Köszöntöm a Gömör és Nógrád rádió hallgatóit. Tóth Szilvia vagyok, hallgassák szeretettel Nagy Családos Csodavilág című műsorom következő adását. Műsoromban nagy családos édesanyák a vendégeim, akikkel a családi élet sokszínűségéről, a kihívásokról és az örömökről, egy szóval a mindennapi csodákról beszélgetünk. Mai műsorom vendége Kovács Kusza Katalin. Szia, Kati, köszi, hogy elfogadtad a meghívásomat. Szervusz, én köszönöm nektek. Katalin Rimaszombatban született, és jelenleg Budapesten él férjével és gyermekeivel. Kérlek, mutasd be egy kicsit a családodat. Hányan vagytok? Hogy éltek? Mi hatan vagyunk. A férjemmel 4 kicsi gyereket nevelünk, és egy kutyát. Kutyánk is van. A legnagyobb kicsink, ő már 11 éves, ő már nálunk nagynak számít, 6-os. A második az egy 8 éves kisfiú, Lőrinc. Ő az egyedüli fiú a 3 csajszi mellett, úgyhogy ilyen kuriózum a családban, és őt követte 3 évről rá Kincső. Ő nagycsoportos ovis, és a legkisebb Flóra, Sára pedig kiscsoportos. Mesélj nekem egy kicsit arról, hogy hogyan nevelkedtél te, milyen volt a gyerekkorod, esetleg a férjed gyerekkorát is, hogyha egy kicsit felvázolnád. Mi mind a ketten, vagy hát inkább úgy mondanám, hogy egyiken sem nagy családból származunk. Tehát az édesapám az meghalt kicsi koromban, ez mindig egy hiány, tragédia, de emellett úgy érzem, hogy kárpótolva voltam, mert mindig sok gyerek vett körül. Az egyik oldalról az egyik unokatestvéreim, ők 5-en voltak. Az első és egyetlen nagy család a környezetemben, és ők egy egységben voltak, ők egy banda voltak, ők együtt közösek voltak, és úgy mindig úgy éreztem, hogy milyen jó dolog ez a nagy család, hogy ők sokan vannak együtt, és egy rugóra járt az eszük, és nem fogalmazódott ugyan meg bennem az, hogy én is nagy családot szeretnék, vagy bármilyen családot, hogy miért szeretnék ezen, így nem gondolkoztam tudatosan, de az átjött, hogy ez egy jó dolog. Tehát én 14 éves koromig egyként nőttem, utána lett egy testvérem, de az igazán kisgyerekkoromat azt úgy egyedül töltöttem az unokatestvéreimmel. A férjem, neki egy testvére volt, ők is ketten voltak gyerekek. Amikor családalapításra került a sor, természetes volt, nem gondolkoztunk, vagy nem beszélgettünk róla ugyan, de teljes összhang volt közöttünk, hogy a rendes dolog az, hogy 3 gyerek. Tehát egy magyar embernek 3 gyereke legyen, és plusz egy ráadás. Tehát ez körülbelül velünk is így történt. Még egyetemisták voltunk, amikor összeházasodtunk. Én még egyetemre jártam, amikor az első a Boroka született, de a férjem azt mondta, hogy most kell gyereket vállalni, amíg fiatalok vagyunk, ne törődjek semmi mással, majd megoldódik minden. Szóval mi olyan bizakodóak voltunk, lehet, hogy így visszatekintve akkor minket a környezetünk nagyon sokan éreztették is, hogy felelőtlenek vagyunk. Boroka még albérletbe született, nem volt biztos egzisztenciánk, de mi mégis úgy éreztük, hogy ha Jóisten úgy akarja, hogy gyerekünk legyen, akkor mi azt derűvel és boldogan vállaljuk, és a Jóisten így akarta, úgyhogy aztán gyerek mellett fejeztem be én az egyetemet, és így próbáltunk meg egyről a kettőre jutni. Nyilván nem volt könnyű, vagy nehezebb volt, mint gyerek nélkül, de most sem csinálnám, vagy csinálnánk máshogy. Plusz a gyerek egy extra motiváció volt, hogy haladjunk és csináljuk. Úgyhogy elvégeztem végül is az egyetemet, elmentem dolgozni,
másfél évet dolgoztam, és aztán megszületett Lőrinc fiunk. Az is egy nagyon... Nagyon, szóval mi minden gyermekáldást az Isten csodájának, egy új életnek, és tekintettünk, és hála van a szívünkben. Tehát tényleg nagyon boldogok voltunk. Mindegyik után úgy éreztük, hogy miénk az egész világ, hogy a Jóisten a tenyerén hordoz. És ez a mai napig is így van. Tehát igaz, hogy három gyereket, vagy gyerekre gondoltunk legelőször, és negyedjére, ez egy meglepetés dolog volt. Nekem van egy anyamék fejlődési rendellenességem, és azt mondta a nőgyógyász, hogy ez az anyamék, ez három gyereket bír kihordani, már többet ne legyek terhes, mert veszélyes lenne rám is, a babára nézve is. A harmadik, ő koraszülöttnek is született, ilyen sürgőségi császár, anyamék ruptúra, tehát hogy szétvált a régi hegek mentén, és szétszakadt az anyaméhem. Mindegy, a lényeg az, hogy azt is jól megosztuk, és akkor nem várt volt, vagy nem számítottunk rá legalábbis, hogy egy negyedik kis élet is megfogant. És akkor a lelkivezetőmnek mondtam, hogy hát ez van, nőgyógyász azt javasolja, hogy nem biztos, hogy meg kéne tartani ezt a babát, veszélyes lehet, szóval ez azért dilemma volt, de én úgy éreztem, és a férjemmel is összhangban voltunk, hogy szóval az a derülátás, amivel az elsőt vártuk, gyakorlatilag azzal vártuk a negyediket is, és úgy gondoltuk, hogy eddig a Jóisten a tenyerén hordozott, akkor az nem lehet, hogy itt valami baj legyen, tehát hogy tehát azt, hogy ne tartsuk meg ezt az életet, ezt még a gondolatát is elutasítottuk, és ezt nem tudtuk volna megtenni. Tehát ezt nem, és végül úgy is alakult az egész terhesség, teljesen eseménytelen, minden rendben. Igaz, hogy a 35. hét után azért tervezett császárral megszületett Flóra Sára, de teljesen egészséges, érett újszülöttként, úgyhogy igen, úgyhogy hálásak voltunk, mai napig is azok vagyunk, és próbáljuk ezt a nagy jólétre, ami velünk történt, erre, amire mi nem számítottunk, amit mi kaptunk, és tehát, hogy rászolgálni az életünkkel azzal, ahogyan amilyen példát, és próbálunk nekik mutatni, és ahogyan élünk, szóval próbáljuk. De nem tudom, hogy a végén azt tudom mondani, hogy sikerült, minden esetre küzdünk. A mindennapjaink azok nem ilyen csupa móka és kacagás. A munka után kezdődik a második műszak. A férjemmel az elejétől kezdve ez egy közös projekt, együtt csináljuk, közösen. Azt úgy kell érteni, hogy amikor én ügyeletes vagyok, akkor ő csinálja a gyerekeket, mindent, amit kell, amit egyébként ketten, egy anya és egy apa csinálná. 10 órai csomagol, vacsorát készít, megfürdeti őket, esti ima, mese, éjszaka kell hozzájuk, mert amikor nem alszok otthon, akkor biztosan nem alusszák végig az éjszakát. Tehát tényleg ezt ki kell emelnem, hogy ez egy közös dolog, ezt egyedül nem lehet. Tehát se fizikailag, szerintem se mentálisan, épésszel nem lehet egészségesen nevelni a gyerekeket. Tehát igazából a férjemnek is itt kéne ülni mellettem, mindent közösen. És általában azok a legjobb döntések, ahol mind a ketten az első pillanattól kezdve egyformán gondolkozunk. Tehát, hogy ezt tapasztaltunk meg így az elmúlt 12 év során. Hangsúlyozod mindkettőtök fontosságát, a férjed szerepét is ebben a családban, és a te szerepedet is.
Hogyan változott a kapcsolatotok, amikor még csak ketten voltatok? Most például, amikor már 4 gyermek is veletek együtt éli az életét. Milyen hatással volt ez kettőtök kapcsolatára? Mik voltak a változások? Tehát mi középiskolások voltunk, amikor megismertük egymást. Én egyetemista voltam, amikor összeházasodtunk, de igazából ketten nem voltunk soha, mert eljegyeztük egymást, akkor utána egy 3/4 évre rá volt az esküvünk, és tehát én Debrecenben jártam egyetemre, ő Budapesten dolgozott, tehát az esküvünk után kezdtünk el úgy ketten lenni, hogy együtt éltünk, ugyanegy városban éltünk, vagy ugyanabban a városban, de az esküv után egyből várandós lettem, szóval nekünk nem volt olyanunk, mint amire a mai fiatalok azt mondják házasság után, hogy mi még szeretnénk egy kicsit kielvezni az életet, még egy kicsit utazgatunk, bulizgatunk, stb. Ezt mi átugrottuk, vagy hát így alakult. Az első pillanattól kezdve szinte már ott volt Baroka a pocakomban. Többes számban gondolkoztunk, hogy hárman vagyunk a gyerekkel. Most ez nagyon egyszerű lenne, hogyha azt mondanám, hogy folyamatosan változik és mélyül, de azt gondolom, hogy ez a valóság. Ahogy mi is együtt nőttünk, vagy nőttünk föl, érettünk meg a férfeleség, apa, anya szerepre, így a kapcsolatunk is ezzel együtt éredett, változott, minőségében följavult, mélységében szintén. Nyilván az, hogy mi kettesben legyünk, mint férj és feleség, az ritkán adatik meg, tehát az tényleg ritka. Próbáljuk keresni, és mindig fogadkozunk, hogy jó, akkor egy hétvégét valahova nagyszülőkre, egyik nagymama, másik nagymama, szétosztjuk a gyerekeket, de utoljára ilyen, hát másfél évvel ezelőtt volt, akkor el tudtunk egy hétvégére szökni a világ elől, és az nagyon jó töltekezés volt. Megtanultuk azt, hogy amikor a gyerekek elmennek aludni, tehát viszonylag szigorú szabályrendszer van nálunk. Én vagy mi szeretjük, hogyha 8-kor ágyban vannak. Lehet a szobájukban olvasni és aludni 8 után, de a szobájukból nem jöhetnek ki, és az már felnőtt idő. És akkor ezt így fenntartjuk magunknak. Hogyha a férjem kidolgozik az udvaron, mert nem tud máskor, hanem akkor fejlámpával kint most éppen kocsibálót épít, tehát akkor fejlámpával kint betonoz, akkor én oda kimegyek mellé, megiszok egy pohár bort mellette, vagy bármit, vagy csak vizet, és akkor ott vagyunk, beszélgetünk, és akkor most már ez is minőségi időnek számít, és máshogy tekintünk rá, tehát máshogy tudjuk értékelni a közös időnket. Mert nagyon-nagyon veszélyes az, hogy a mindennapi logisztikában, hogy kit, hova, mikor, hogy, mivel, hogy intézzük, és akkor kivásárol be, kifőzi a vacsorát, tehát ebben el lehet veszni. De ezt mi nem hívjuk beszélgetésnek, ez csak egy ilyen szükséges dolog. És akkor a beszélgetések meg a felnőtt időben este 8 után történnek, és ez is tud olyan jól lenni, tudunk töltekezni belőle. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a legkézzelfoghatóbb, hogy talán fiatalkorunkban nem tudtuk volna elképzelni. Persze akkor is beszélgettünk, meg akkor sokat voltunk úgy ketten, hogy nem vágott senki a szavunkba, nem kiabált, nem, igen, de most már más. És ez egy boldogabb állapot. Tehát az inkább azt mondanám, hogy egy ilyen forrófejű,
minden téren adjad, Uram, de már is azonnal szenvedélyes, igen, megcsinálom. Most is ennek a mindennek, amit felsoroltam, a magja ott van, csak egy kicsit más formában. Szóval én nem mennék vissza egy napot se, nem csinálnám újra ezt az elmúlt 10 évet, mert tehát az tagadhatatlan, hogy ez nehéz. Tényleg a napon fénypontja, azt szoktam mondani, amikor mindenki alszik, amikor lejövök az emeletről, és csönd van, és akkor az első pár lépcsőfokot megteszem, és még senki nem anyáz, és lopockodhatok tovább lefelé, és akkor úgy érzem, hogy igen, megcsináltam a mai napot, lehoztam, szuper. Úgyhogy ez nehéz, de nagyon szeretjük, és most már nem is tudnánk máshogy elképzelni, tehát tényleg hálásak vagyunk érte, hogy így alakult. Nem mi döntöttünk így, a Jóisten adta, mutatta meg nekünk az utat, és próbálunk rá szolgálni. Említetted, hogy szigorú szabályok vannak nálatok. Egyet értek veled, ezt 4 gyerkőc mellett, vagy több gyerkőc mellett nem is lehet másképp csinálni, csak hogyha bizonyos szabályokat követsz. Mik még azok az alappillérek, amikre így odafigyeltek, amiket itt tudnál tanácsként mondani, hogy mi az, ami nektek segít így tartani a helyzetet a hétköznapokon? Nekünk az első és a negyedik, Borok és Flóra, ők, hát mi úgy hívjuk őket, hogy ADHD bébik, ők folyamatosan pörögnek, mennek, csinálják, nem lehet, azt szokták mondani, nem lehet lelőni őket, de tényleg az nagyon sokat segített, hogy Borokának megtaláltuk az úszást, és most versenyszerűen úszik, és minden nap 1,5-2 óra edzés iskola után. Nagyon jó, ő kisimulva jön ettől haza, ez neki is nagyon jó, nekünk is, és az, hogy a legnagyobb gyereknek milyen a hangulata, vagy milyen lelkiállapotban van, ez a többiekre is kihat. Tehát olyan, mintha így átvennék a rezgéseiket. Szóval az, hogy Boroka ettől ilyen kiegyensúlyozottán vált, és neki is van egy napi rendje, ami számára biztonságot ad, ami kiszámítható neki is, nekünk is, tudjuk, hogy miután mi fog következni. Ezt nagyon tudom ajánlani, a napi rendet. Babakorba, kicsi gyermekkorba, és így most is kiskamaszkorba, a napi rend nagyon sokat segít. Lőrinc, Kincső, ők sokkal nyugodtabbak, békésebb, jámborabb gyerekek, velük könnyebb, de nekik is az, hogy az iskola után még van elfoglaltságuk, lemozgatjuk őket, hogyha úgy alakul a hétvége, hogy otthon vagyunk, akkor mindig, minden nap valamilyen családi mozgás, tehát vagy elmegyünk együtt közösen biciklizni, vagy a kutyát visszük valahova, vagy csak az udvarban megcsináljuk a kinti kerti munkákat, de az, hogy lemozgatjuk a gyerekeket, tehát a fölösleges energiákat, és próbáljuk amennyire lehet ma a kockulást, tehát a monitor, tévé előtt, telefon előtt töltött időt, azt szűkíteni. Nem tudom azt mondani, hogy ez nulla, mert nem, de próbáljuk minél kevesebbet engedni, és cserébe minél többet mozgatni őket. Étkezésben a gyümölcsök, bár nem mindenki szereti a gyümölcsöt, zöldséget, de ezt is így próbáljuk, és a sok alvás. Tehát a gyereknek szüksége van a pihenésre, akár nagy az alvás igénye, akár nem, de szüksége van. Nekünk meg szükségünk van arra, hogy a gyerek aludjon és pihenjen is. Azt hiszem, hogy ezek így bekeretezik, vagy igen, az egész családunknak a ritmusát, a mindennapjainkat, és e között úgy el tudunk lavírozni. Tehát ez nem egyik napról a másikra jött. Az elején persze én is friss anyukaként olvastam a könyveket, hogy akkor hogy kell, és aztán valamit meg tudtam tartani, valamit kitapasztaltam. Szóval ne úgy képzelj el, kedves hallgató, hogy nálunk így most már ezek megvannak, ezeket tudjuk, használjuk, és minden tök jó, hanem úgy nagy átlagban ezek segítenek.
a mindennapokban. Ha ezeket sem tudnánk megtartani, akkor egy horror katasztrófa lenne az életünk, és mindenki össze-vissza. Ezek úgy megmutatják, hogy merre van arccal előre. Ugye hatan vagyunk, tehát azért úgy alkalmazkodnunk is kell a másik igényeihez, tehát oda kell figyelnünk, tehát így kívülről, hogyha elmegyünk vendégségbe valahová, akkor ilyen a külső szemlélőnek ilyen káosznak tűnik, ami számunkra belülről már ilyen tök nagy rendnek és ilyen nagy haladásnak, előrelépésnek. Arra a többiek azt mondják, hogy atya úristen. De van, aki nem negatívan áll hozzá, hanem több fiatal, az öcsém is 14 éve fiatalabb tőlünk, és ők mondják, hogy nekik például meghozzuk a kedvüket a sok gyerekhez, a nagy családhoz. Tehát lehet, hogy mégsem olyan riasztó. Említetted, hogy Isten ajándékai a gyerekek, és hogy teljesen úgy érzed, hogy ők mind a négyen ajándékok, és a csodáknak tekinthetőek, de ennek a csoda szónak egy kicsit így a műsor nevébe, hogy nagy családos csodavilág van, egy ilyen célja is, hogy a csodát úgy is szoktuk így viccesen, nem bizony, egy csoda, hogy a mai napot túléltem, mert bizony meg kell vallani, hogy vannak ilyen napok is. Mi segít neked a nehéz napokon? Hogy tudtok túl lendülni a problémákon? Konkrétan személy szerint nekem a nehéz napokon az segít, amikor a gyerekek elaludtak, este van, vagy éjszaka van, fogom a futónadrágomat, futócipőmet, beteszem a fülest a fülembe, és nem vagyok egy nagy futó, nem vannak ugyanúgy plusz kilók rajta, szóval ne gondolja senki azt, hogy én most egy ilyen szálkás, nem tudom, milyen szuperanya vagyok, nem. Nem is futás, inkább kocogásnak mondanám. A lényeg, hogy beteszem a fülest a fülembe, indítom a rózsafüzért, és akkor az ima. Tehát engem ez, és néha érzem, amikor nehéz, vagy a munka miatt, vagy sok valami, vagy kevés valami, mindestre fáradtnak érzem magam, és akkor érzem, hogy jó, akkor most el kell mennem futni. Én ezt így hívom, ez az én időm, ez az én saját időm a jó Istennel. Mert azt mondtam, hogy a férjemmel ketten vagyunk fizikailag ebben a családban, de az életünk annyira szerencsésen alakult, és annyira az, amit fel tudtunk építeni ketten, ezt úgy értem, hogy a mai anyagias világban olyan döntéseket tudtunk hozni, amik emberi épp ésszel arra mindenki a környezetünkbe azt mondta, hogy ezt se kezdjétek, ez nem fog menni. És ment. És nem láthattuk előre, találkoztunk problémákkal, de valahogy kisimult, megoldódott, és ketten, utána hárman, stb., és most hatan, és megyünk, és én erre mondom, hogy ketten vagyunk felnőttek ebben a családban, de ott van a jó Isten. És ez ilyen, tudom, ilyen nagyon ilyen cukormázasnak tűnik, de tényleg. Tehát azokban a döntésekben, amiket hoztunk, őre hallgattunk, segített nekünk, sugott nekünk, vagy mondhatnám világiasan, hogy a megérzéseinkre hallgattunk, hogy egy kicsit könnyebben emészthető legyen. Ezek nehéz döntések voltak, ezeket nem volt könnyű meghozni, de valami mindig azt súgta, hogy és amikor hiányzott valamennyi pénz, hogy előre tudjunk lépni, vagy egyről a kettőre tudjunk lépni, vagy valamit meg tudjunk csinálni, vagy hiányzott az akarat, vagy tényleg ilyen kilátástalan volt, akkor jöttek ezek a dolgok, hogy a férjemmel ugyanarra gondoltunk, egymástól függetlenül ő is, férfi módon, más módon, mint én, kapcsolódik a Jóistenhez, más jellegű a hite, mint nekem, de a lényeg az, hogy a végén
ugyanoda lyukadtunk ki, és ugyanarra gondoltunk, és akkor tudtuk, hogy igen, ez jó lesz. És jó lett. Tehát nem gondolsz, hogy tudnál egy konkrét példát mondani, amikor érezted a jó Istent, és megerősítette a hitedet az, ahogy alakultak a dolgok? Tehát Flóra, a negyedik gyerek, amikor a nőgyógyász azt mondja, hogy ezt a terhességet, ezt meg kell szakítani, ez veszélyes. És akkor gondolj, és akkor azt mondja nekem, hogy ne csak arra a babára gondolj, aki a hasadban van, gondolj arra is, hogy mi lesz a férjeddel, és mi lesz a három gyerekeddel, akik itt vannak, és hogyha meghalsz, akkor mi lesz velük? Tehát, hogy ő rájuk is gondolj. Ez az egyik oldal. Utána bennem vannak érzések, a férjem az azt mondja, hogy ő tiszteletben tartja az én döntésemet, és utána elmentem a lelkivezetőmhöz, aki pedig azt mondta, hogy higgyem el azt, hogy bármi is a Jóistennek a szándéka velem, ha ez a terhesség úgy végződik, hogy én nem élem túl, akkor bíznom kell abban, ezt így mondta nekem, és tudnom kell azt, hogy a Jóisten gondoskodni fog azokról, akik itt maradnak, a gyerekeimről és a férjemről. Most így már könnyen tudok erről beszélni, de ezt akkor ez egy nagyon nehéz dolog volt. Aztán hozzáadta az atya, én pedig biztos lehetek abban, hogy a mennyországba jutok. De nekem akkor az, hogy én a mennyországba jutok, vagy sem, ahhoz, hogy azt elképzelni fiatalként, kicsi gyerekekkel, hogy itt marad a férjem és a gyerekeim, az szörnyű volt. Szóval ezen így nem is tudtam gondolkozni, hanem csak bíztam benne. Tehát azt, amikor sok templomajtóra ki van írva, hogy ne féljetek, bízzatok, ne féljetek, vagy valami ilyesmi. Szóval ezek azok, és akkor nem a rosszra gondoltam, nem ezekre gondoltam, nem is arra, hogy mennybe jutok, vagy sem, vagy a mennyországba, hanem arra, hogy ez csak jó lehet. Tehát az én tapasztalatom az életben az, hogy amit a Jóisten akart, és hogyha sikerült azt az utat választanom, amit ő kínál nekem, ami általában soha nem a könnyebbik, a kézenfekvő, hanem inkább a dolgosabb, az odatevősebb. De hogyha ezt sikerül megcsinálnom, és sikerül elfogadnom, és megbarátkozni vele, akkor ennek csak jó lehet a vége. Így vagy úgy. Tehát a negyedik gyerek csodája, ő a példa rá, hogy utána meghoztuk a döntést, vállaljuk, és jónak, jól kell, hogy sikerüljön, és jól sikerül. A gyerek egészséges. Igaz, hogy ő a legelevenebb, akivel a legtöbb baj van, aki, szóval viccesen szoktam mondani, hogy ha ő lett volna az első, akkor nem biztos, hogy van több, de ez csak vicc. De tényleg, tehát ráadásul akkor ott a Jóistennel úgy is voltam, hogy jó, akkor vállaljuk, biztos egy tündérkét, egy angyalkát fog nekünk küldeni, akivel alig lesz bármi baj. De küzdünk, tehát ő a legküzdelmesebb gyerek, de az ölelése, de ő tud a legjobban ölelni, ő a legbőrösebb, szóval Kárpótól. Tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, és nem akarok róla a legtöbbet beszélni, mert akkor olyan érzésem van, mintha a többieket egy picit hanyagolnám, nem akarom őket se hanyagolni, tehát mindegyik abszolút különböző, kinézetre is különbözőek, személyiségre is különbözőek, de elmondhatatlan, vagy leírhatatlan, tényleg az az érzés, egy-egy momentum. Nekem, az én számomra az a legszebb, amikor azt látom, hogy ők egymáshoz most már kezdenek szeretettel fordulni. Az egyik befonja a másiknak a haját, kölcsön adja valamiét, és akkor ott látom a kettőnk, tehát az én és a férjem, és a Jóisten munkáját. Hogy ilyen, akkor megérte. Tehát, hogy megérte. Igen, mert én is azt tapasztalom, hogy az első évek azok nagyon küzdelmesek, és nagyon sokat kell körülöttük tenni, venni,
úgy érzed, hogy nem sok értelme van, veszekednek, civakodnak, sírnak, de eljön az az idő, amikor kezded látni ennek a gyümölcsét, hogy elérik azt a kort, és akkor tényleg úgy megnyilvánulnak, ahogy mondod, egymás felé, hogy aztán úgy ragyog tőle a szíved, hogyha látod őket, hogy mennyire tudnak már közreműködni, együtt játszani, együtt dolgokat megoldani, vagy esetleg összedugni a fejüket anyával meg apával szembe, és akkor terveket szőni, fonni, úgyhogy tényleg nem rögtön, de biztos, hogy megvan ennek a gyümölcse, hogyha jó úton vezeted őket, és jól neveled őket. Sokan azzal érvelnek a mai világban, hogy elég nekünk egy-két gyerek, hogy mindent meg tudjunk nekik adni. Lehet, hogy akik több gyermeket nevelnek, talán nem tudnak fizikailag annyi mindent megadni annak a 3-4-5 gyermeknek, de úgy gondolom, hogy kaphatnak azok a gyerekek más útra valót is. De hogy látod ezt? Hát ez egy nagyon fontos kérdés. Mi az elejétől kezdve úgy gondoltuk, hogy a gyerek nem pénzkérdés. És nem is hoztuk összefüggésbe. Egyetemistaként, amikor Borúka született, nyilván semmi pénzünk nem volt. De úgy gondoltuk, hogy az alapdolgok, a pelenka, szoptattam, tehát az ennivaló, az nem is, hogy ez azért olyan sokban nem kerül, nem tudom, ruhák innen-onnan lettek, mindenki adott, szóval még babakocsit is valakitől kaptam, tehát úgy minden úgy lett. Aztán most, ma meg szintén ugyanúgy gondolom, hogy a gyerek nem pénzkérdés, azt is gondolom, hogy megoldódik, de ma már tudatosan úgy vagyok vele, vagy úgy vagyunk vele, hogy lehet, hogy megtehetném, lehet, hogy anyagilag több mindent adhatnék, de én azt szeretném, hogy tehát amit adunk, az legyen elég, és azt osszuk szét, azt felezzük meg, tehát, hogyha főzünk ebédet, és akkor annyi az ebéd, amennyi, élvezzük egymás társaságát, én örülök, ha mindig minden elfogy, és azt szeretném kifejezni ezzel, hogy van egy jó ízű ebéd, és az ebéd nem attól fog függni a minősége, hogy mennyi kaját sikerült megennünk, vagy hogy akkor mindenki degeszrette el magát, hanem inkább legyen a mennyiség kevesebb, a hangulat pedig meleg. És úgy tudjunk fölállni az asztaltól. Ugye a mi ebédeink általában kicsiket fegyelmezni kell, hogy evőeszközzel legyen, ne álljon föl, ne rúgdosson, ne játszon közben, ne kopácsoljon, ne egyen le, stb. Tehát nem annyira idilliek még az étkezéseink, de van egy ima, amiben az a szöveg van, hogy és az együttlétért tied a ház. És mivel én úgy érzem, vagy szóval a munkám révén többet nem vagyok otthon egész napokat, és engem akkor nagyon hiányoznak, meg látom, hogy azért nyilván a gyerekeknek is hiányzik az anyjuk. És ilyenkor mindig figyelmeztetem őket arra, vagy szóvá teszem, hogy és most milyen jó, hogy együtt vagyunk. És ugye tényleg a Jóisten az együttlétünkért az övé a hála. Tehát nem az a fontos, hogy pénzben, anyagiakban mit tudunk adni, hogy hanem az a fontos, hogy együtt tudjunk lenni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem az a fontos, hogy mit eszünk, olyan értelemben, hogy persze legyen egészséges, de most pénzre vagy anyagiakra lefordítva, hanem az, hogy milyen minőségben eszünk, vagy költjük el az ebédünket. Tehát én mi a férjemmel azt, vagy úgy nézünk rá erre a kérdésre, hogy amennyink van, azt közös, azt elosztjuk, és nem sóvárgunk több után, vagy nem sóvárgunk olyan dolog után, amire nincs lehetőségünk. Elégedettek vagyunk azzal, amink van. És ez tényleg így van, és igazából azért is hálásak vagyunk, mert egyetemistaként, ha valaki megkérdezte volna tőlem, hogy mi
amikor 40 leszel, akkor milyen életre vágysz, nem is mertem volna ilyen életet magamnak kívánni. Nem is tudtam volna, hogy mit kívánjak igazából. Tehát én azt gondolom, hogy nem a pénz a meghatározó a gyereknevelésben, hanem inkább a hogyan. Amikor látod ezeket a pillanatokat, hogy hogy szülnek terveket, hogy játszanak együtt, akkor sokszor megfogalmazódik bennem, vagy eszembe jut az, hogy milyen jó, hogy vannak egymásnak, hogy tényleg akinek csak egy gyermeke van, és nem akár többet vállalni bizonyos okokból, hogy pont ezek az egykék attól vannak megfosztva, hogy megtapasztalják ezt a testvéri szeretetet, meg ezt a pajtásságot, cinkosságot. Amióta több gyerekünk van, azóta én is, szóval úgy, amikor látom a gyerekeket, hogy egyedül játszanak, vagy nincsen testvére, vagy nincs kivel megosztani a pillanat örömét, szinte, de úgy kívánnám neki, hogy neki is legyen valakie. Ez egy érzés egyébként, ami azt tud, akinek több gyereke van, hogy összetartanak most már konfliktusokkor, kiállnak egymásért, egyik sír, a másik is elkezdi. Tehát mindegy, hogy miért, de igen, ő úgy érzi, hogy az ő testvérét sérelem érte, és akkor neki oda kell állnia. És mi bízunk benne a férjemmel, hogy ez majd felnőtt korukban is. Tehát, hogy próbáljuk úgy nevelni őket, hogy majd számíthassanak egymásra. Hogy ne kelljen soha egyedül lenniük, hogy legyen egy védőháló. Persze mindenkit az önállóságra arra nevelünk, hogy ő el tudja érni azt, amit szeretne, hogy mindegyik tényleg nagyon önálló legyen, ne a másikra számítson, hanem saját magára, de mégis ebben benne van az is, hogy tudom, hogy van mögöttem egy szerető család, aki megtart, hogyha szükségem van rá. Én mindenkit biztatok arra, vagy bátorítok, hogyha olyan élethelyzetben van, hogy nem biztos benne, vagy nem tudja, vagy kétségei vannak, vagy félelem lakik a szívében, hogy ezeket engedje el, a félelmet, a kétséget, és bízza rá magát a gondviselésre, és higgye el, hogy ez sikerülni fog, ez menni fog, ez jó lesz, és szeretni fogja. Nagyon szépen köszönöm a tapasztalatodat, a szavaidat, hogy megengedted nekünk, hogy egy kicsit bele kóstoljunk a családotok életébe. Én is köszönöm. Kedves hallgatóink, ez volt a Gömör és Nógrád Rádió Nagy Családos Csodavilág című műsora, mely minden csütörtökön este 18 órától, valamint péntek délelőttönként 10 órától hallható. Ajánlom figyelmükbe rádiónk YouTube csatornáját, ahol minden műsorunk visszahallgatható. Örülök, hogy velem tartottak, várom Önöket legközelebb is!